Még egy bilincselést is eljátszhattak a gyerekek a rendőrségi találkozón. Ezúttal nem az egyenruhások mentek az óvodába, hanem a kicsiket látták vendégül a sátoraljaújhelyi rendőrkapitányságon. A Hétszínvirág óvoda Mackó csoportja betekintést nyert a rendőrség mindennapi munkájába. A találkozó elején egy rögtönzött közlekedéstanfoglalkozást szerveztek nekik, majd bemutatták azokat az eszközöket, amelyeket minden nap használnak a rendőrök. Természetesen a fegyverek sem maradtak ki belőle. A találkozó célja az volt, hogy már a legkisebbek is bizalommal forduljanak az egyenruhásokhoz, ha baj van. Lássák a rendőröket, és lássák a mindennapi életben dolgozó kollégáinkat azért, hogy a továbbiakban, az életük során ne egy tartózkodó magatartást tanúsítsanak velünk szemben, hanem azt érzékeljék, hogy mi segítőkészek vagyunk, segítjük az állampolgáraknak a munkáját, és lássák azt, hogy mennyi minden pozitív információ érhet őket, amikor itt találkoznak velünk. Miután kipróbálták az eszközöket és megnézték, hogyan vesznek új lenyomatot a gyanúsítottak, a kicsik megnézték a régi rendőrségi fogdát is. A legnagyobb élmény természetesen a rendőrautó volt. A villogó, szirénázó autóba még a lányok is szívesen beültek. Az óvónők szerint egy-egy ilyen tapasztalatszerző kirándulással sokkal többet tanulnak a legkisebbek is, hiszen egy-egy beszélgetésnél van mihez kötni a tudnivalókat. Nagyon örülünk ennek a lehetőségnek, hisz láthattátok, hogy a gyerekek mennyire élvezték ezt az előadást. Megbeszéltük mi már a csoportban, hogy hova jövünk, mit fog itt történni, és nagyon kellemes meglepetés volt, mert olyan eszközöket is érinthettek a gyerekek, megismerhettek, amivel mindennapi életben nem találkozhatnak. Ki szeretne mellényeket? Kapja tényleg. Mindenki? Na? Köszönöm szépen! A rendőrségi nyílt napról apró ajándékkal és sok-sok élménnyel térhettek haza a sátoraljaújhelyi óvisok.